új edzővel és gyakorlatilag új csapattal vágott neki a megyei másodosztálynak a balkány, azzal a célral, hogy a nyár elejé búcsút követően azonnal visszajusson a megyei első osztályba. Eddig jó úton halad a Mirgai László által irányított együttes, mivel mind a hat meccsét megnyerte, és a rakamazzal azonos pontszámmal az alukonstrukt csoport második helyén állnak Bogdanovicsék. Ami gondot okozott az, hogy 15 embert kellett igazolni, ugye három játékos maradt Balkányban, és hát ebből csapatot kovácsolni ilyen rövid idő alatt az nem egyszerű. De hozzá kell tennem, hogy most már elértünk oda, hogy azt mondhatom, hogy a csapategység is jó lett. Én azt gondolom, hogy ez hosszú távon nagyon sokat fog jelenteni. Hiszen, ha egységesek vagyunk, és a kispar is ugyanúgy akarja a győzelmet, és nincsenek sértődések, akkor az hosszú távon kamatozni fog. A szakember szerint három együttes közül kerülhet ki a csoportbajnoka. Én rakamas sorolom az első helyre, erősség szempontjából, csapat erősség szempontjából, hiszen négy olyan csatáruk van, aki magasabb osztályba is végan kezdő lenne és mind a négy nagyon gyors futbalista, szerintem ők ezzel előrébb tartanak, mint mi, de én azt gondolom, hogy bármi lehet egy mérkőzésen, három hét múlva jönnek hozzánk, én bízom benne, hogy sikerül őket legyőzni, de a Kótajról sem szabad elfeledkezni. A Kótaj nagyon erős csapat, jól igazoltak, és hát azt gondolom, hogy hármunk mérkőzésén fog eldőlni azt, hogy a végelszámolásnál ki fog pont vezetni. A Balkány a hetedik fordulóban a nagykálót fogadja. A további párosítás Terem Rakamaz, Gáva Vencselő Nyírvasvári, Apagy Kótaj, Kálus Semjén Újfehértó, Nyíribroly Napkor, Nyírpazony Levelek és Encsencs GFS Oros.